alatt jó helyen tanult. Hát eladta, és akkor most épül ez a negyed, de ugye a válság jelei jól látható, az építészet mindig tükrözi a korszakot. A válság jelei láthatók, mert ennek az épületnek a befejezése csúszik. Közben feltűnik a szvagféle unikum művek. A reklám azért nem tökéletes, mert József császárral nem találkozott, mert József 90-ben halt meg, és az unikum pedig valamikor később született, egy pár évvel, de a reklám nagyon jó. Még nem majd szólok a sziget csúcsára. Lassítsuk le, és akkor most ez az új negyed látható, amelyikben ugye majd föltödik a Nemzeti Színház, de még van egy kis idő. A Lágymányosnál vagyunk. Szerettem volna egy kis földrajzról is beszélni, ugye itt hagyja el a Duna először a Dunántúli középhegység részét képező Budai hegységet, és itt már szétszerült a Duna. Úgy szétszerült, hogy a Lágymányosnak a nevében is érezzük, hogy valami vizes lágyvidék lehetett, csak én ezt etimologizáltam, de talán van benne valami igazság. A Duna mellékágai kilométerekre vezettek itt, és ez a partszakad is végig homokos volt, sőt itt volt még egy mornátömör is, mert a Dunaparton, ugye az évszázadok során, most már nem tudom miért tettenek integet, tudom meg... Még most se? A Dunaparton hajómalmok százai helyezkedtek el itt, ezen a partszakaszon is. Egyébként a partszakasz gyönyörű köveit, vagy 6-8 kilométer hosszan faragták fél évszázadon keresztül, és épültek ki a kikötők itt, amelyek kikötők aztán